Sziasztok! Ahogy ígértem, ma este elhozok nektek egy dalt, egy régi slágeremet, aminek én írtam a zenéjét. Egész pontosan az Induljon a Banzájt, a Bonanza Banzájtól. Kezdjünk is hozzá! Szóval, az Induljon a Banzájt című dal az körülbelül 1987-ben született, legalábbis a zenéje. Első zenekaromat etető térbeépítés együttes egyik dalának a zenei alapját adták, a harmóniák. Később ezt a Vence Gabival együtt színesítettük és hangszereltük meg komolyabb hangszerekkel. Az első pici gorgonám az a Casio MT210 volt, ami született. Később pedig Vence Gabi révén egy Akai AX80 nevű komolyabb analóg szintetizátorral sikerült felturbozni a jól ismert Induljon a Banzáj téma, a basszus és még egyéb hangszerek is ebből jöttek. Ehhez kapcsolódott hozzá még a Korgem, egy szintetizátor. Na, szóval a dal 136 BPM, gyors, úgyhogy beállítjuk szépen itt a transport panelen 136-ot. Egy kicsit előre dolgoztam, és megcsináltam a vázat, de természetesen mindent föl fogok játszani, hogy lássátok, hogy pontosan hogy is épül föl. Első körben kezdjük a dal legelején hallható portamentos szólammal. Egész pontosan az egy M1 hangszín. Vegyük fel a kalapácsokat is, mert az elejével meg vagyunk. Ehhez is M1-et használunk, ez az M1-nek a jó kis hangbangjából van, de egész pontosan ez egy B és egy D, ami megszólal. Most már jól. Akkor megérkezünk ahhoz a témához, hogy csa-csa-csa. Kedvenc Sentimental Gladiátort használjuk, és ebből egész pontosan egy ilyen. Jó. Akkor megyünk tovább. Kalapács is megvan. Följátsszuk a fő melódiát, és akkor azzal megvagyunk, akkor egy kis dob meg basszus következik. Találtam az UVI nevű cégnél egy Akai AX8 VST-t, ami elég kapottas, és úgy is néz ki, és ezen találtam egy hasonló hangot, ha nem is pontosan ugyanolyat. Ennek a szintének egyébként az volt az érdekessége, hogy digitális panelek voltak, de mégis analóg editálási lehetőség volt rajta megszólalásában. Így fog kinézni a történet. És ide veszem föl a jellegzetes témát. Egész pontosan kétszer. Sikerült egész pontosan följátszani. Fő témához kapcsolódó orchestra hit téma. Együtt a kettő.
Természetesen megszólal egy lábcím. Jó, akkor ezt feljátszok ide. Ez még bekerül egy pár helyre, majd ezeket szépen összerakom. Jöjjön egy basszus szólam. Basszushoz egy Nord Lead basszust használok, már nem emlékszem, hogy az eredeti az valószínűleg Akaiból jött, de azt már elhasználtuk, úgyhogy szerintem jó lesz a Nord Lead is. Összeállt, fölvesztük a dobokat. Egy jellegzetes kolomb hangunk itt. Ez pedig itt szól. Illetve mint a melódia rész, csak hozzá jön egy szinti akkord. Ez egy sima szó hangszín, semmi extra. Ha már lendületben vagyunk, akkor jön refrén is. Ehhez jön még egy úgynevezett szőnyeg. Van egy szőnyegünk. Ez a szőnyeg. Egész pontosan a Spire-ből keletkezik egy SoftPad nevű hangszín. Akkor megyünk a dobra, egész pontosan a dobra. Samplerből hoztam, egy kicsit az emulátorra emlékeztet. Ja. Itt is a késletetett pergő mellett szól ez a taps. Ja.
Innentől következik az elejéről ismert téma, annyi különbséggel, hogy a taps az ugye mást játszik. Még egyszer jön a verze, innentől következik egy kicsit új rész, ugye a egyszerre dzsungel. Akkor mehet a basszus, itt egy picit más a... Tulajdonképpen egy vox és egy pad hiányzik, amik ugyanazt játsszák, csak két különböző hangszín. Szinti szólamot tulajdonképpen bemásoltam ide, a refrén szintije. A basszus pedig annyiba más, hogy egy kicsit egyszerűbb, nem sima oktáv basszus, hanem egy hangon megy, csak néha megy föl, mutatom már is. Effekt, az a húhógós effekt. Két refrén után pedig jön a lezárás téma. Annyi a különbség, hogy innentől kezdődik egy lassítás, és a belassulás végére pedig jönnek az orchestra hitek. Először is a... Igen, a Gladiátorral jön az orchestra hit. A dal elején lévő low string is megjelenik még egyszer. Természetesen egy timpani, ami... ami egész pontosan már korábbról kezd játszani. Jaj, nézzem. Na, hát... egész pontosan följátszva, így néz ki a történet, az indulj a banzáj. Most egy kicsit molyolok vele, összekeverem, másolgatok, pontosítok, és aztán meghallgatjuk, hogy milyen egyben.